kormány gyenge pontját találta el a bicskei pedofil ügy Herzog Mária szerint. A szakember úgy véli, hogy Novák Katalin lemondásával nem fog változni a gyermekvédelem területe, mert a pedofil bűncselekmények csak egy szűk szeletet érintenek. Vendégünk Herzog Mária. Szociológus, jó estét kívánok! Jó estét! Miért gondolja, hogy nem fog semmilyen változás elindulni? Évek óta beszélünk arról önnel és más szakértőkkel is, hogy a gyermekvédelmi rendszeren Magyarországon nagyon nagy gondok vannak. Ez az egész kegyelmi ügy felszínre hozta megint ezt a témát, mindig sajnos valamilyen hasonló eset mutatja meg ezeket a rendszerhibákat. De hát a legnagyobb kérdés ilyenkor mindig az, hogy vajon elindít-e ez egy valós változást. Ön szerint miért nem? Mert nagyon erőteljes politikai akarat kell, hiszen a szakemberek, civilek nagyon régen mondják, mindannyian mondjuk valóban. Teljesen nyilvánvaló az adatokból is, hogy alapvető változásokra lenne szükség, de ez egy nagy rendszer, aminek a gyerekvédelem csak egy kis alrendszere. Tehát alapvetően a gyerekjóléti, gyerekvédelmi rendszer az, amit változtatni kellene, ami azt jelenti, hogy a helyi önkormányzatok szintjére kéne, oda kéne lemenni, ahol az emberek laknak és élnek, és ahol a problémák vannak, oda kéne vinni a megoldásokat, és nyilvánvalóan a gyerekjólét ennek csak egy pontja, legalább ilyen fontos volna, hogy az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a munkaerőpiac, a lakhatás, az ugyanebbe a csomagba kerüljön. Beszélünk mindjárt a nagy egészről, meg erről a konkrét esetről is kérdezném egy pár mondat erejéig, de visszatérve még a változáshoz, a társadalom ki tudna kényszeríteni egy valós változást? Most indulnak tüntetések, pénteken is lesz egy, szóval lehet-e azt mondani, hogy valójában ez a változás az embereken is múlik, mert ezt csak a társadalom tudja kikényszeríteni? Hát amennyiben az az érzékenység nőne, hogy egymással szolidaritást kéne vállalnunk mindenkinek, aki látja, hogy gyengébb érdekérvényesítő csoportba tartozó emberek, családok, gyerekek nehéz helyzetben vannak, és nem egymás ellenében kellene ugye ötletelni, hanem azt kellene mondani, hogy itt van egy közös társadalmi érdek. Ugye nagyon világos közgazdasági érvek is szólnak a gyerekjogi érvek mellett arról, hogyha befektetünk a gyerekekbe, az a legjobb, legmagasabb megtérülésű befektetés a közösség, a társadalom számára is, és ezt ki tudjuk számolni, meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek. Mégse érzékelem azt, hogy az emberekben megvolna a szándék arra. Egy olyan demográfiai helyzetben, amiben Magyarország van, meg ugye egyébként amblok egész Európa. A konkrét ügyben ön mit lát? Tehát ugye 2011-ben, aztán majd mindjárt beszélünk a nagy egészről, felvetődött ugye a gyanú, ott volt is egy ombudsmani vizsgálat, hogy az intézetnevelői tettek feljelentést, mégis 16-ban mentették fel az igazgatót az állásából. Ki ezért a felelős? Ki, hogy lehet ezt megtudni, hogy ki azért a felelős, hogy egy ilyen igazgató évekig ott maradhatott a helyén, és még ki is tüntették? Hát ugye nyilván ez, ahogy ezt mondani szoktuk, ez maga a rendszer abúzus, vagy az intézményes abúzus. Tehát itt az történik, hogy olyan fekete dobozként működik egy intézmény, amelyik megakadályozza azt, hogy kiszivárogjanak információk. Ugye erről voltak is hírek, hogy az igazgató helyettesnek ez volt a legfőbb félelme, hogy bármi is történik, az maradjon a falakon belül, mert akkor az intézet jó hírneve nem fog ugye csorbát szenvedni. Másodszorban pedig, hát ugye a gyerekvédelmi törvény, már a 97-es törvény a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, az nagyon világosan egyébként abszolút összhangban a nemzetközi trendekkel. Azt tűzte ki célul, hogy a nagy intézményeket váltsuk ki, bontsuk ki azért, hogy sokkal átláthatóbban működjenek a nevelőcsaládok, illetve a kis létszámú lakóotthonok a közösségben, tehát hogy ez a fajta zárt rendszer, ez törjön föl, mert ez nem jó részben a gyerekeknek, részben pedig előidézheti ezeket a fajta zárványokat, amikor a titkok azok belül maradnak. Nyilvánvalóan azok a gyerekek, akik egy ilyen intézményben élnek, azok abszolút kiszolgáltatottnak érzik magukat, függő viszonyban vannak az őket gondozóktól, nevelőktől, de maguk a nevelők is nagyon gyakran úgy érzik, hogy nincs nagyon lépésük, mert hiszen pláne, hogyha kisebb településen élnek, vagy ha nagyon nagy hatalmúnak érzik a vezetést, akkor úgy gondolják, hogy ha elveszítik az állásukat, akkor nincs, az egzisztenciájuk is veszélybe kerül. Azért ott is nagy problémák vannak, időről időre felszínre kerülnek, ahol nem az intézményben vannak, hanem a nevelőszülői ellátás. Mindjárt arról is kérdezem, de ön azt mondja, hogy ami a gyermekvédelmet illeti, ilyen krízisben még nem volt a gyermekvédelem, mint most van Magyarországon, nem csak a gyermekotthonokban és a nevelőszülői ellátásban, hanem az alapellátásban is. Mind a hármat szeretném, hogyha elmondaná, hogy miért
nézzük először az alapellátást, és akkor kezdjük visszafelé. Mi hiányzik innen a leginkább? Hát azt gondolom, hogy az erőforrások minden értelemben. Tehát részben azok a szakemberek, akik helyben tudnak és akarnak a családoknak segíteni, és ebben nem akadályozzák őket. Ebben megint azt mondom, hogy itt az egészségügy, tehát itt a védőnők, a házi orvosok, a gyerekorvosok, de ugyanígy az óvodában dolgozók, az iskolában dolgozók, tehát és persze a szociális ért ezzel, oktatást ért és a gyermekjólét, családsegítést. Nyilvánvalóan itt ott vannak a legnagyobb hiányok és a legnagyobb problémák, ahol a legnagyobb a szükség, tehát azokon a településeken. Másrészt teljesen nyilvánvaló, hogy az ott élőknek nagyon korlátozott a hozzáférésük a magasabb minőségű ellátásokhoz, mert vagy egyáltalán nincs szolgáltatás a településen, vagy a nagyon drága közlekedési eszközzel érhető el, mondjuk egy szakrendelés, vagy egy gyereknek egy pszichológus támogatás, tehát ez nyilvánvaló, hogy ez a legnagyobb falat. Mert ha az alapellátás jól működne, akkor az egyfajta kapuőri módon működik, tehát sokkal kevesebb gyereknek kéne bekerülni a szakellátás rendszerébe, hiszen ha helyben megoldom megelőzéssel és korai támogatással. És se kerül a családba. Ami egyébként a törvényi előírás ma Magyarországon, tehát elméletileg ennek rendelkezésre állni, kellene állni, de hát ez nagyon sok pénz és nagyon sok emberi erőforrásra van szükség. Emberi erőforrás és nevelőszülői ellátás, arról is kérdeztem már korábban, hogy nagyon kevés a nevelőszülő. De ez mit is jelent? Tehát, hogyha kevés van és hiány van, akkor az azt is jelenti, hogy mondjuk olyanok is bekerülnek a rendszerbe, akik egyébként nem biztos, hogy mondjuk lehetnének nevelőszülők. Egyre nagyobb számban, hiszen ma már mik ott tart a gyerek. Hogy? Mik a kritériumok? Tehát, hogy hát a nagyon egyértelműek a kritériumok az alkalmasság esetében, de tekintettel arra, hogy nagyon alacsony a presztízse a nevelőszülői, egyébként a gyerekotthoni vagy lakásotthoni munkának is, nagyon rosszak a anyagi feltételek, és hiányzik ő mögülük is, ugyanaz az ellátórendszer hiányzik, ami a családok mögül, hiszen ezek a nevelőszülők, és Magyarországon egyébként tragikus módon a nevelőszülőknek több mint 60%-a ma már 2000-nél kisebb lélekszámú településen él, magyarán ugyanolyan hiányokat szenvednek, mint azok a vérszerinti családok, ahonnan éppen azért emelik ki a gyerekeket, mert szegénység van és ellátatlanság. Akkor ki lehet, tehát gyakorlatilag szinte bárki lehet. Azért kérdezem, ez borzasztóan nehéz feladatot jelenthet, ugye laikusként gondolom én, mert ezek a gyerekek, akik nevelőszülőkhöz kerülnek, már minden bizonnyal eleve nagy traumákat élhettek át, és lelkisérülésekkel rendelkezhetnek. Erre fel vannak például készülve a nevelőszülők? Hát ugye itt megint az a probléma, hogy a nevelőszülőnek nyilvánvalóan nem volna feladata ezeket a traumákat olyan módon kezelni, ahogyan mondjuk ezt a szakember tudja kezelni, de neki kellene, hogy legyen egy olyan háttere, ahová a gyerek esetében segítséget tud kérni, illetve saját maga számára is, amikor elbizonytalanodik, mert mondjuk a gyereknek olyan magatartási problémái vannak, tanulási nehézségei, de azért itt még egy dolgot szeretnék említeni. A nevelőszülő nem csak önmagában küszködik ezzel, hanem neki kapcsolatot kell tartani az egészségügyi ellátással, az oktatással, ahol egyáltalán nem mindig látják szívesen, és kezelik egyenrangú félként a nevelőszülőt sem, a gyerekről nem is beszélve. Tehát nem elég az a hátrány, amit hoz egy gyerek, hanem maga az ellátórendszer nem tudja kompenzálni ezt. Tehát magyarán szólva sokkal drágábban egyébként, sokkal rosszabb hatékonysággal segítünk, mint ahogy segíteni tudnánk, ha komolyan venné valaki, hogy minden gyerek számít. Igen, és mindig visszatérünk az alapellátáshoz, de azért nézzük a harmadik lábot, gyermekotthonok. Milyen hiányosságokat lát itt leginkább az intézményrendszer? Hát azt gondolom, hogy föl kéne számolni a gyerekotthonokat, hiszen ez célkitűzése volt a gyerekvédelmi törvénynek, és egyébként az Európai Uniónak nagyon határozott állásfoglalása van abban, hogy minden típusú bentlakásos intézményt, nem csak gyerekek, idősek, fogyatékkal élők, mentális betegek esetében meg kellene szüntetni azért, hogy közösségi és családi alapú ellátást lehessen nyújtani. De ahhoz, hogy ezek az ellátások, sajnálom, hogy csak ismétlem magam, megvalósíthatók legyenek, ahhoz az a biztonság kellene, hogy a családok megfelelő támogatást kapnak, anyagi és szakmai támogatást ahhoz, hogy a saját beteg, fogyatékkal élő vagy problémás családtagjaikat el tudják látni, illetve legyenek olyan segítők a közösségben, akik lehetővé teszik, hogy ők például munkát tudjanak vállalni. Ma, ha egy gyermeket bántalmazás ér egy intézményben, vagy nevelőszülőnél, szülőnél, mit tud csinálni? Van-e a számára egy jelzőrendszer, vagy nincs, vagy nem mer szólni? Tegnap megszólalt nekünk Poppant Julián, ugye ő a bicskei pedofil botrány egyik áldozata, és ő elmondta, hogy ő nem mert
Tehát, hogy egész egyszerűen félelemből nem, mert ma mi történik, ugye ez már régebben volt? Hát ugye elméletileg a gyerekjogi képviselők, illetve a gyámok, illetve azok a telefon segélyszolgálatok, amelyek fogadnák a gyerekek hívásait, azok rendelkezésre állnak. A kérdés az, hogy tudnak-e ezekre a gyerekek, van-e hozzáférésük, megmerik-e tenni, illetve hogy mi a következménye annak, mert ezt láttuk, hogy Bicskén és sok más intézményben is nagyon súlyosak a következmények. De sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, és ezt is nagyon sokszor elmondtuk, hogy ehhez nem is kell, hogy a gyerekek szóljanak, mert például az ombudsmani vizsgálatok, amelyek több ilyen gyerekotthonban zajlottak, ugye például a Kalocsán, több ízben, egyértelműen kimutatták, hogy elfogadhatatlan, kibírhatatlan állapotok vannak, és ennek semmi következménye nincs, és semmilyen számon kérhetőség nincs sehol, hiszen erre például a kormányzat az ajánlásokra újra és újra némassággal felel. Nem változnak a helyzetek. Van arra statisztika, hogy a gyermekvédelmi rendszerben felnövő gyerekek közül hányan tanulnak tovább, mi lesz velük, milyen életet élnek, beilleszkednek-e és hogyan a társadalomban? Nagyon kevés adat van erről, nagyon általában becslések vannak, hiszen az utánkövetés nagyon esetleges. Nagyon kevés gyereket és nagyon rövid ideig követnek. Ha követnénk őket, akkor hasonlóan a nemzetközi gyakorlathoz azt állapíthatnánk meg, hogyha nem jó az ellátás, akkor katasztrofálisak a kimenetek, hiszen említette, hogy a gyerekek eleve traumatizált állapotba kerülnek be, de azt látni kell, hogy ma, ha egy gyerek akár szexuális bántalmazás, súlyos fizikai, lelki bántalmazás, elhanyagolás miatt bekerül a rendszerbe, akkor majdnem zéró esélye van arra, hogy szakszerű segítséget kapjon, mert nincs pszichológus, nincs pszichiáter, nincs mentálhigiénés szakember, az intézményekben sem. Önnek van arra válasz, hogy miért nem történt érdemi előrelépés a gyermekvédelem területén? Ha egyébként talán egy külön adásban is lehetne arról beszélni, hogy a születésszám rekord alacsony, mint említettem, hogy mekkora demográfiai problémák vannak, de ennek van egy ilyen vetülete is. Az állam miért nem gondoskodik jobban ezekről a gyerekekről? Mert ugyanazt állítjuk, hogy a gyerekekbe történő befektetés a legmagasabb megtérülési befektetés, de ez egy hosszú távú megtérülés, és nyilvánvalóan nem magán zsebekbe térül meg, hanem a közösség, az egyén és a társadalom számára. Tehát nyilvánvalóan ehhez nagyon kemény elkötelezettség, politikai akarat kell, és hát boldogabb országokban az a szerencsés helyzet állhat elő, hogy a politikai pártok, függetlenül a meggyőződésüktől megállapodnak abban, hogy bizonyos kérdésekben nem fogják egymás ellenében hozni a döntéseket. Ugye így lett mondjuk a finn oktatás világhírű, így most egyébként Észtországban, Finnországban olyan reformok zajlanak a gyerekvédelemben, egészségügyben, oktatásban, ami ezzel a lehetőséggel kecsegtet. Hát nagyon fontos volna, hogy ez Magyarországon is megvalósuljon. Herzog Máriának köszönöm, hogy itt volt nálunk, és elmondta mindezt. Köszönöm.